Bizonyos járatokon eddig távolsági kiegészítő jegyet kellett vásárolni, melynek ára az utazás távolságától függött. Ez a helyjegyrendszer alakul most át ahhoz kapcsolódóan, hogy a Volánbuszt 2025 végéig teljesen összeolvasztják a MÁV Start ZRT-vel. Az ország és vármegye bérletek bevezetése óta a magyarországi helyközi autóbuszos és vonatos közlekedésben több lépést is tettek az egységesítés érdekében. A most augusztus 5-től érvényes autóbuszos közlekedésben életbe lépő változás szerint az autóbuszokra távolságtól függetlenül 300 forintos egységes helyjegyet lehet váltani, hasonlóan ugyanúgy, mint a nem intercity minőségű kocsikból álló, de helyjegyköteles vonatokon már egy ideje. Ezzel a lépéssel egyrészt könnyebben áttekinthetőbbé válik az egységes tarifarendszer, másrészt lehetőség van arra, hogy fakultatívan az utasok a helyjegyüket a távolsági autóbuszokon előre megváltsák. Ezzel az utas biztosítani tudja, hogy mindenképpen legyen helye az autóbuszjáraton. A kapacitás fényében a helyjegyet előre nem váltók, csak a maradék ülőhelyeket tudják elfoglalni. Amennyiben nincs több szabad hely, a járat nem tud több utast elszállítani abban az esetben sem, ha érvényes menetjeggyel igen, helyjeggyel viszont nem rendelkezik. Az ország és vármegye bérlettel utazók, vagy pedig valamilyen jogon, például az idősebb utasok, hogyha jegyváltás nélkül utazhatnak, akkor ők is tudnak ilyen helyjegyet váltani. Ezeket a helyjegyeket egyébként meg lehet váltani talán legegyszerűbben a MÁV alkalmazásban, vagy pedig az Elvira oldalon. Ezen kívül természetesen a vasúti és autóbuszos pénztárakban és a MÁV Start automatáiban is. Érdemes azonban azt tudni, hogy az elektronikus csatornákon vásárolva ez a jegy még további 5%-kal olcsóbban érhető el, tehát mindössze 285 forintért lehet megvásárolni a MÁV alkalmazásban vagy az Elvira oldalán. Váci Viktor kiemelte, hogy a tapasztalatokat folyamatosan figyelik, és a különböző informatikai fejlesztések után a vidéki térségekben is elérhetővé válik az új rendszer. Hozzátette, a Volánbusz weboldalán a menetrendeknél érdemes figyelni, hogy melyik járatra érhető el a fakultatív helyjegyvásárlás.